Nyolcadik fejezet. A juni nagy szemináriumban 1813-1814. Boldog szünidő 1813-ban. A Szent Irénéről elnevezett pap nevelde. Csodálatos erénygyakorlat. A dacos agyvelő. Elbocsájtva. Az iskola testvéreknél tett látogatás. Az ekülli plébánián megtartott vizsga. Kulbon érseki helynök döntése. Jean-Marie nem volt boldog a Verrieri intézetben. Az itt tanított Descartes bölcseletet, amit a Sorbonne régi módszerei szerint adtak elő, alig értette meg, száraznak, hidegnek találta. 1813. júliusában nagyon boldoggá tette, hogy visszatérhetett Ecully-be és találkozhatott öreg tanítójával, aki hasonló örömmel fogadta őt. A papi méltósághoz vezető út nagyon meredek volt, a csúcs most már mégsem volt annyira távol. A lelkek szolgálata nem ismeri az iskola, a könyvek száraz unalmát. Belli plébános azonnal hozzáfogott tanítványának a nagy szemináriumban való előkészítéséhez. Vienne életében ez volt a legszebb, legkedvesebb vakáció, de egyben az utolsó is. A juni Szent Ireneus szeminárium, miután a forradalom ideje alatt, mint fegyvertár, katonai kórház szerepelt. 1805. november 2-ától rendeltetése szerint működhetett. Hatalmas három emeletes épülettömb volt, kertjét házfasor szelte keresztül. Ekkor már két éve nem a szulpiciánusok vezették. Az 1811. évi december 25-án kelt rendelet megvonta tőlük az egész Franciaországban a szemináriumok vezetését. Fess, bíboros hiába tiltakozott és könyörgött, Napóleon hajtatlan maradt. A szulpiciánusok után egyházmegyei papok vették át a szeminárium vezetését. Jean-Marie Vienne október elején lépett az intézetbe, és csak néhány hónapig maradt ott. Tanulótársai voltak többek között Marcelin Champagne, akivel a Verrierben együtt volt Jean-Claude Collin, akinek az egyház szűzmája társulatot köszönheti, Fernand Doms, aki 87 éves korában, mint bordói érsek halt meg. A szabályzott előírásai kellemetlenül hatottak az egyik-másik növendékre. Ő eminenciája szorgalmazta látogatásai alkalmával a papos fellépést is megtartását. Azt kívánta, hogy a papjai mindig tisztán és előírt szabású ruházatban a megfelelő külsőségek betartásával járjanak. Ez okból előírta a hajrisport és a csatos cipő használatát. Azt óhajtotta, hogy a juni papnövendékek ugyanúgy, mint a párizsi papnövendékek hosszú felső kabátot hordjanak, ha a városba mennek. Az 1813 évi skolasztikus évfolyam kevéssel Minden Szentek ünnepe előtt a hagyományos lelki gyakorlatok után nyílt meg. Jean-Auguste Ponsu, aki az évben végezte teológiai tanulmányait, öreg koráig megőrizte annak az újoncnak az emlékét, akinek külső megjelenése akkor tűnt fel neki, Jean-Marie 25 éves korában az aszkéta arcvonásait viselte. Egész valójában a szerénység, az önmegtagadás, a sanyargatásig vitt vezeklés jeleit viselte magán. Ha a 250 papnövendék mind hozzá hasonlított volna, a szeminárium séta szórakozás ideje egy trapista kolostor hűséges mását adta volna. A szeminárium nehezen tudta elhelyezni növendékeit a helyszűke miatt. Az előjáróság kénytelen volt a nagyobb teremben több növendéket is elszállásolni, így módon lettek Vienne szobatársai Décla és Duplé, akiket már Verrierből ismert. Bezeszi, akit új szobatársaként itt ismert meg, később ezeket mondta róla. Vienne maga az élő szabályzat volt. Szobánktól nem messze a francia szolgálatban álló svájciak menetelését lehetett látni, és szép zenéjüket hallgatni. Sok papnövendék engedett a kísértésnek. Nem emlékszem, hogy Vienne csak egyszer is megnézte volna őket. De Clay, aki később marista szerzetes lett, így emlékezett Jean-Marie-ra. Nagyon jól ismerem őt, valódi szent volt. Vienne egyáltalán semmiben nem különcködött, ellenkezőleg. Maga viseletében teljesen egyszerű volt. Belzessié szerint tanulmányai erőmenetere egyenlő volt a semmivel. Mivel nem értett elég jól latinul, több ízben megmagyaráztam neki a leckét, de ő nem tudta felfogni.
mindenek ellenére szorgalmával nem hagyott fel. Mindenki tudta, hogy Viennenek nincsenek megfelelő előtanulmányai, ezért nem volt meglepő, hogy nehezen haladt előre. Kitartó munkája eredményeképp és az isteni kegyelem jóvoltából később mégis csodákat művelt a lelkek vezetésében. Gárdet igazgató sokat törődött az idős pap növendékekkel. Elismerte jámborságát és töretetlen szolgalmát. Jean Duplét azzal bízta meg, hogy az előadások anyagát ismertesse Viennével. Vele nem volt félénk, mert Duplé franciául tette fel a kérdéseket, és Jean-Marie franciául helyes és értelmes feleleteket tudott adni. Az egyik tanára, Miolad, szívességből külön leckét adott, ismervén a tanítvány hátramaradott helyzetét. Ezzel a módszerrel Vienne megszerezhette volna a szükséges ismereteket, de mivel az előadás és a vizsgálat hivatalos nyelve a latin volt, részére a nyilvános előadások teljesen elvesztek. A tanárok nem is kérdezték. A szemináriumban senki nem vágyott úgy a papi méltóság után, de senki sem volt tőle olyan távol, mint ő. Fájdalmas, keserű időszakot élt át, amikor 6 hónap elteltével az igazgató az eredménytelensége láttán arra kérték, hogy hagyja el az intézetet. Ez volt életének legkeservesebb megpróbáltatása. Később bizonyos megnyugvással beszélt nyomorúságáról, de az elbocsátásról sohasem emlékezett meg nagyobb társaságban. Arra gondolni sem mert, hogy egykor majd az ő erekéjé lesznek láthatók a római Szent Péter templom kupolája alatt, s amelyet a pápa fejedelem tömjén füsten megtisztel majd. Iskolatársai közül sokan szomorkodtak távozása láttán. Ő maga zugolódás nélkül fogadta a döntést. 50 évvel később egyik bizalmasa, Donnet bíboros mondta. Alázatossága és az elbocsátásról szóló beszélgetésük emléke mélyen belevésődött a szívembe. A szentély ajtaja bezárult előtte. A világi életbe nem akart visszatérni. Eszébe jutott egy barátja még a gyermekkorából, Jean Dumont, aki az előző év novemberében vette fel Jungban a keresztény iskola testvérek ruháját. A kitett szeminarista lelkében újabb ábránt terv alakult ki. Reverendáját felcserélte a testvérek nagyújú reverendájával. A szemináriumból távozva egyenesen a keresztény iskola testvérek intézetébe ment. Nem tudok eleget latinul ahhoz, hogy pap lehessek, vallotta be barátjának. Eljöttem, hogy iskola testvére legyek. Aztán néhány napra visszatért az Ecculi plébániára. Belli plébánosnak sírva panaszolta el keservét. A plébános azzal vigasztalta, hogy őt a jó Isten az oltár szolgálatára jelölte ki. Rábeszélt, hogy folytassa tanulmányait, próbálja meg vele együtt az ő segítségével. Tanító és tanítvány ezután együtt imádkoztak, együtt hajoltak a Tullini szertartáskönyv felé. Belli plébános felváltva használta a latin és francia nyelvet, hogy Jean-Marie legalább a leglényegesebb tudivalókat megtanulja lefordítani. Belli bízott abban, hogy a Szentlélek majd pótolja a hiányt, de félt is a kudarctól. Szerencséjére a jámborság Jean-Marie-ban is ébren tartotta a bizalmat. Amikor tanultam, a gyötrődés levelt engem. Nem tudtam, hogy mihez kezdjek. A lelki szememmel már most is látom Ecculiben azt a helyet, bibostékhoz mentem. Mint ha fülembe súgták volna. Menj, légy nyugodt, egy napon pap leszel. Közeledt a felszentelés ideje. A kánoni vizsgálat május végén kezdődött. Belli plébános elhatározta, hogy tanítványát vizsgálatra küldi. Az egyházmegyének nagy szüksége volt papokra. A jelölt 29. életévben lépett. Hajkoronája már 3 éve megvolt, itt volt az ideje, hogy legalább a kisebb rendeket fölvegye. Alig 3 hónap telt el, és Vienne ismét megjelent a növendéktársai körében, akik nagyon örültek, hogy viszont láthatták. Az utolsó padsorba ült és várt a sorsára. Mire a vizsgálóbizottság elé került és meglátta, Bokart kanonokkal és érseki helynökkel az élén Juni egyházmegye legtudósabb és legméltóbb tagokból álló bizottságát olyan elfogadottság öntötte el, hogy nevét még hallotta, de a latin kiejtésektől zavarba jött, és csak vizsgálatra nem méltó válaszokat tudott adni. A vizsgálóbizottság elhűlt, már csak azért is, mert Belli plébánost nagyon jó képzettségűnek ismerték, és nem tudták mire vélni dicsérő, ajánló szavait a jelölt kínosan gyenge tudását hallva. Tanakodtak, hogy mit tegyenek. Gondoltak a vizsgahalasztásra,
meg végleges elutasítása, de hogy a felelősséget elhárítsák magukkal, elhatározták, hogy ha valamelyik püspök beleegyezik, szabad kezet adnak Viennének, hogy felvételt kérhesse egy másik egyházmegyébe. Még aznap visszatért Ecculibe. Beli plébános meghalva a történteket mindjárt másnap Jumba sietett. Mindenekelőtt annak a lelkésznek tanácsát kérte ki, akinél annak idején Vienne első gyónását végezte, és aki először megáldoztatta. Groboz, aki idős közben az érsekség első titkára lett, elkísérte Bellit annak az érseki helynöknek hivatalos helyiségébe, aki előző nap Viennét vizsgáztatta. Itt Belli megismételte tanítványa dicséretét, elismerve annak kisebb méretű képzettségét, és kiemelte vallásos erényeit, jámborságát, elhivatottsági érzetét. Groboz is előnyösen nyilatkozott róla. Blokkád érseki helynök engedett a kérésnek, és megígérte, hogy az ügyet tanulmányozza. Majd Belli plébános ismételt kérésére beleegyezett abba, hogy másnap az Ecculi plébániára menjen, és magával vigye a nagyszeminárium igazgatóját, hogy a szerencsétlen vizsgázót a maga meghitt otthonában vizsgálják meg újra. A jóindulat látán Jean-Marie bátrabb lett, és nagyon jól felállt a feltett kérdésekre, a vizsgáztatók pedig elégedettek voltak a feleletekkel. A lipcsei véres csata 1813. október 20-án során az egyesült oroszok, osztrákok, németek, svédek, angolok, spanyolok Franciaországba vonultak. A következő év április 14-én a legyőzött Napóleon aláírta a lemondó levelét. Anyja, a bíboros nagybátyja a szent életű 7. Piusznál találtak menedéket. Ő eminenciája távollétében Kulbon az első érseki helynök vette át a juni egyházmegye kormányzását. Az ő joga lett tehát, hogy döntsön Vienne sorsa fölött. A vizsgálóbizottság felhívta a figyelmét arra a körülménye, hogy Belli plébános tanítványa csak anyanyelvén beszél jól, és hogy nincs is remény arra, hogy latinul megtanuljon. Az érseki helynök hajlott az engedékenységre, hogy a papnövendékek annál biztosabban elkerüljék a sorozást még 1812 karácsonyán. Tömegesen behívta mindazokat, az első éves teológusokat, valamint a többi évfolyambelieket, akik még nem voltak alszerpapok. A szelíd és jóságos Kulbon elégedett volt a kérdéseire adott feleletekkel. Így aztán, hogy Vienne áltos-e, tiszteli-e a szent szűzet, el tudta-e mondani a szent olvasót, oly határozott válaszokat kapott, hogy mindezek példaképe ő. A jámborság példaképét behívatta, mondván, az Isten kegyelme majd elvégzi a többit.